2022 nem könnyítette meg a kisebb önkormányzatok életét, ennek ellenére sokan próbálták kihozni a lehetőségekből a maximumot. Tiszadadán szinte mindenre pályáztak, amire csak lehetett. Így tudott például elindulni az önkormányzat régi épületének felújítása. A fejlesztésre a Magyar Falu Program 2021-ben elnyert pályázata biztosította a szükséges 30 millió forintot. A teljes belső rekonstrukció mellett a parkoló is elegáns térkőburkolatot kapott, de más fejlesztések is befejeződtek. Nagyon fontos a településnek a turizmus, hisz itt van a település szívébe folyik át az élő Tisza, ami Vásárosnamény, Tokaj után a következő település, ahol aszfalt úton le lehet menni az élő Tiszához, és ezért mi ezt turisztikailag szeretnénk kihasználni, és vonzóvá tenni a településünket. Ezért egyrészt oda pályáztunk egy kiszolgáló épületet, egy 70 férőhelyes filagóriával, öltözővel, mosdóval, csónakkölcsönzővel, kerékpárkölcsönzővel, ami 100%-ban most már elkészült, valamint ugye az önkormányzatnak van egy saját horgásztava, ezt a árvízvédelmi töltés felújításakor sikerült kialakítani ezt a horgásztavat. Ez régen is az volt, de ugye innen szedték ki a földet, és most ebből lett egy horgászparadicsomot szeretnénk. Közfoglalkoztatás keretén belül megtermelt betonoszlopokkal körbekerítettük, és most a Líderbe beadtunk egy 25 millió forintos pályázatot, aminek keretén belül egy kamerarendszer lenne megvalósítva, valamint egy kiszolgáló épület, és lenne rajta két fahíd, és ez mint egy jóléti tó, horgásztó a közösségnek és a turizmust, ez nagy rész. Tehát szeretnénk Tiszadadából egy horgász paradicsomot kialakítani. Május 30-án megyei értéktalálkozót rendeztek a településen az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című projekt keretében, amelynek célja a helyi identitás kialakítása, erősítése volt. A sorozat keretében Tiszadadán több mint 10 főzőcsapat mérte összetudását. Novemberben közel 40 darab a közfoglalkoztatási program keretében előállított hulladékgyűjtő edényt helyeztek el a településen a köztisztaság megőrzésének érdekében. Régi terve a településnek a holtág rehabilitációja, a válság miatt azonban erre még egy darabig biztosan nem lesz lehetőségük. Vannak azonban kisebb tervek is, amit szeretne megvalósítani az önkormányzat 2023-ban. A 36-12-es főútunk új aszfaltburkolatot kapott, aminek nagyon örülünk, hisz Tiszadada történetében még rendes aszfaltutunk nem is volt, mert mindig csak ilyen toldozás-foldozás ment, és most egy nagyon szuper úton lehet kijönni Nyíregyházáról ide Tiszadadára végig, és van itten egy szintén közúthoz tartozik, egy 1,7 kilométeres útszakasz, amit ígéretükhöz tartva magukat a jövő évbe, ez az útszakasz még le lenne aszfaltozva, valamint van beadva most jelen pillanatban két pályázatunk is, ami még nincs elbírálva. Az egyik egy belterületi ez úthálózatnak az aszfaltozása, tehát újra aszfaltozása. Ez 8 utcát érintene, és ez közel egy ilyen 140 millió forintos beruházás lenne, valamint van egy külterületi útunk, az pedig egy 49 millió forintos beruházás. Ezen felül elnyertek 288 millió forint pályázati támogatást is a helyi parkok felújítására. A tavasszal kezdődő munkák során kivágják majd például az előregedett fákat, és elbontják a központi parkot körülvevő kerítést is. Így egy modern településként fogadhatja majd az itt lakókat és az ide érkező turistákat.